feelings, I've got some new feelings that make you uncomfortable. You bring out all the good in me, and I see what I'll never be. Ebben a videóban ellátogatunk a sokszínű Jági tanösvényre, és velünk tart négylábú barátunk is. Túránk nem a teljes szakaszon vezet végig, de így is lesz bőven látnivaló. Utunk először a picinke Jági tóhoz vezet. Medrét főként az esővíz töltötte fel, így igen ingadozó a vízjárása. A száraz őszi időjárásban a tó mérete egyre csak szűkül. Kutyusunkat azonban ez egyáltalán nem zavarta, vidáman furkosolt a tavacska mellett. Túrán következő állomása a hátrahagyott homokkő bánya. Ahhoz, hogy elérjük ezt a bányát, el kell indulnunk felfelé. Félig kopasz fák fogadnak bennünket az erdőben, néhányuk már teljesen levetette őszi ruháját. A bányához érkezve egy tájékoztató fogad bennünket, amiből láthatjuk, hogyan alakult ki a kőzet. Felfelé tartunk a hegytetőre, időközben zöld előfenyők is megjelennek a tájon. Vadregényes ösvény vezet bennünket egy csodálatos kilátóponthoz. Méltóságteljes tűlevelűek övezik az utunkat. Lassan kiérünk az erdőből, és elénk tárul a megígért kilátás. Kötfátyol borítja a szemközti hegyeket, de számunkra ez csak még hangulatosabbá teszi a tájat. Vidám kutyusunk lába egy pillanatra kényszerpihenőt tart. A szirt szélén ülve figyeljük a gyönyörű tájat. Pihenésünk azonban nem sokáig van, a póráz végén kutyusunk újra húzni kezd. A sejtelmes táj látványa számunkra továbbra is szemet gyönyörködtető. A borongos hangulatú táj békés és teljesen nyugodt. Ámolunk a minket körülvevő fenyves erdő látványán is.
Amint búcsút vettünk a tájtól, lefele indulunk, hogy felfedezzünk egy picinke barlangot. Homokkő gyakran tartalmaz üregeket, barlangokat, ugyanis ez a kőzet elég könnyen formálódik az erózió hatására. Ez a barlang inkább egy rókalyukhoz hasonlított, bár szűkösen egy ember is elfér benne. A barlangból kimászva a parkolóhoz vezető ösvényre térünk rá. Lefele már visz bennünket a lendület, kutyusunk nem is bírja tovább, sebesen fut le a lejtőn. Ha a túrafilmünk tetszett, bátran osztátok meg természetszerető barátaitokkal. Ezen kívül kommentben írjátok meg, milyen tájakról néznétek szívesen videót. Legközelebb a gyönyörű kilátást nyújtó Árpád kilátóhoz látogatunk el. Ha nem szeretnél lemaradni erről a csodálatos látványosságról, ne felejts el feliratkozni, és kapcsold be az értesítés gombot. További tartalmakért látogass el Facebook vagy Instagram oldalunkra.